Van egy ilyen kezdeményezés, hogy egy ház a nemzetért, ahol helyet találhatnak azok a fiatalok, akik néptáncot, népzenét, a magyar kultúrát szeretnék jobban megismerni, és igazán a sajátjukká tenni, hogy majd unokáiknak is átadhassák. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre, és nem csak arra, hogy egy-egy rendezvény legyen, hanem arra is, hogy óvodákban, iskolákban azokat az értékeket, amelyeket a mi népünk évszázadok, évezredek óta magáénak tud, azt elsajátítsák és továbbadják. A református egyház nem csak Mezőváriban, hanem több helyszínen is szeretné azt, ahol lehetőség van rá, hogy óvodákban és iskolákban megjelenjen ez a kulturális nevelés, mert nagyon sok minden jön, ami egy-két év után már elfelejtett és értéktelen divat, de ez az a hagyomány, ami ott van a református énekeskönyvben, ott van a zsigereinkben, és úgy gondolom, hogy egy közösség, egy nemzet akkor tud fejlődni, erősödni, hogyha táplálkozik abból, ami az elődöket, az ősöket is megtartotta. Azt szeretnénk, hogy azokat az érdeklődőket, akik ma még csak szemlélik a dolgokat, azok a szülők, akik csak azt látják, hogy milyen szépen táncolnak ezek a kis ovisok, iskolások, hogy ők is megkeressék ezeket a csoportokat, a Kicsi vagyok én, vagy a Hangicsálót, azokat a népzenészeket, akik ezzel foglalkoznak, hogy megtanuljanak az ő gyerekeik is táncolni, zenélni, és ezzel egy jókedvű nemzet növekszik majd, mert aki tud énekelni, az tud hálát is adni, és aki hálát tud adni, az már boldog ember, és minden olyan családnak, embernek, nemzetnek, amely tud hálát adni, és öröme van, annak van jövője.